Köszöntöm a stúdióba Pál Gábort, aki a Jobbik Magyarországért mozgalom képviselőjelöltje itt Szentendrén, mégpedig az egyes számú választókerületben. Kezdjük talán a beszélgetést egy kis személyes bemutatkozással. Mi az, amit el szeretne mondani magáról a választópolgároknak? Tisztelettel köszöntöm én is önt is, illetve a nézőket is. Pál Gábornak hívnak, én már jó néhány éve a megújult Jobbiknak vagyok itt Szentendrén a helyi elnöke, és egyben az egyes számú egyéni választó kerületnek a képviselőjelöltje. Én szintén azért is indulok a belvárosban képviselőjelöltként, mert ott élek családommal, 4 gyermekemmel, illetve útban van már az 5., és feleségemmel, meg a feleségem szüleivel, anyósommal, apósommal egy házban élünk lényegében. A Kossuth-Lajos utcában lakom, és hát szomorúan tapasztaltuk itt a elmúlt évek történéseit a városban. Mi nem tartjuk ezt akkor a sikertörténetnek, és hát igazából nem is feltétlenül azért indulunk el, mert hogy nekünk minden vágyunk az, hogy benne legyünk a képviselőtestületben, hanem azt szeretnénk, hogyha valamilyen módon itt megváltozna a képviselőtestületnek a munkája, már csak azért is, mert jelenleg egy kicsit, lehet, hogy ez egy kicsit erős szó, de belterjesnek tartjuk ezt a testületet. Úgy látjuk, hogy a mostani városvezetésnek nem volt komoly ellenzéke, és hát ugyanúgy, ahogy ugye a Raiffeisen Banknak lényegében egységesen egyöntetű, egyhangú szavazással szolgáltatták ki ezt a várost ezelőtt két éve. Mi azt szeretnénk, hogy itt egy olyan karakán ellenzék lenne ebben a városban, és erre a Jobbik szerintem a megfelelő garancia, hogy ez egy tiszta, átlátható gazdaságú város lenne, ami mentes mindenfajta mutitól és korrupciótól, ami sajnos az elmúlt években jellemezte a várost. Elsősorban miért vállalta el azt, hogy indul most a választásokon képviselőként? Szerintem ez evidens, hogyha van egy politikai erő, ami ráadásul mozgalomként is működik, csupa helyi patrióta, fiatal és idősebb emberből áll, aki szeretne tenni valamit ezért a csodálatos városért, amilyen Szentendre, ott hát ez a legkevesebb, hogy a helyhatósági önkormányzati választáson megméretjük munkat és elindulunk. Ha szűkebben az ön választókerületét, az egyes számú választókerületet, azaz a belvárost nézzük, mik azok a legfőbb problémák, gondok, amiket ön megvalósítana, megváltoztatna ebben a választókerületben? A belváros problémája az bizonyos szempontból nem csak a szűkebb belváros problémája, hanem az egész város, hiszen ugye a városházától elkezdve rengeteg iskola, rengeteg intézmény és hivatal található itt, illetve szociális intézmény. Ezeknek az, hogy valamely intézmény jól megy vagy rosszul megy, az nem csak a belvárosra, hanem tényleg a teljes városra, illetve minden itt lakóra. Hát a közlekedéstől, tehát ugye régebben meghirdették ezt a baba és gyermek és nőbarát várost, ez szerintem a legkevésbé sem érvényesült. Tehát itt hallottam már olyan esetet, hogy valakinek eltörött a lába az utak állapot, illetve a macska kövek miatt, de most már tényleg ott tartunk, hogy kifejezetten balesetveszélyes főleg a idősebb korosztály számára, illetve a nőknek meg gyermekeknek ez a belváros, ezen mindenképpen változtatnánk. Ezen túl azt is szeretnénk, ha például a művészet oktatás terén lenne egy férőhelybővítés, mert azok is itt a belvárosban Dunakorzon találhatóak, egyszerűen mindenhonnan panaszkodnak, hogy legyen az bármely
művészeti részleg, egyszerűen mindenhol túl telítettség van, és számos gyermeket nem tudnak felvenni ezekre a szakokra. Hát ezen túl a közbiztonsággal sem vagyok elégedett, sajnos itt a hévmegálló környékén itt azt mindenképpen szeretném megtisztítani, egy nagy takarítást végezni, az sajnos a hajléktalanok és a kisebbségnek a központi szálláshelye lett. Egyszerűen már ott is rengeteg panasz jutott el hozzánk, hogy nem tudnak úgy végigmenni vagy elmenni az egyik üzletláncba vásárolni, hogy ne szólítsák meg őket, esetleg ne sok embert már fizikai atrocitás is ért. Hát nagyon szépen köszönöm, elnézést, de hát a rendelkezésre álló 5 perc lejárt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm önnek, hogy eljött hozzánk, és bemutatkozott, elmondta az elképzeléseit, és sok sikert kívánok a választásokhoz. Köszönöm, minden jót kívánok!